én más típusú, tehát én üzenek, én, megöl, én verset írok neki délben, és sorolhatnám, ő, ő nem, de ettől még ugyanúgy szeret. Verset írsz? Hát bár, persze, ez, ez a része. Tehát, Szerelmeset? Ő, persze, bármikor. De mindenkinek írtam, most nem mindenkit, nem, úgy értem, hogy. Nem. Vagy azért ezt ki kell érdemelni. Nem, nem. Az, az, a, az a pillanat hevében működik, persze. És kiváltságos helyzetben lévő nőnek kell lenni, hogy azért egy ilyen. harsányi verset kapjon. Ez így, így. De a kislányomnak ugyanígy. Tehát aki érzelmileg megérint, az, az fontos. Lara értékeli ezeket a kis verseket? Nagyon. nagyon. Szerintem ő ilyen szempontból a, ilyen szempontból a másik felem, így hívjuk egymást, hogy ő, neki szerintem ez az érzelmi, az érzelmi Jelenlét hiányzott talán. Mert annyira még nem ismerem, de, de én úgy veszem ki, hogy ez neki nagyon fontos, hogy, hogy valaki eh, kimutassa, érzékeltesse vele, hogy tényleg szereti. Fontos tanár, meghatározó szerelem, odaadó családtag, hűséges barát, sőt, akár egy popkulturális ikon, vagy egy szépirodalmi hős is lehet sorsfordító hatással az életünkre. Kadarkai Jendre vagyok, ez pedig a Nemek Igenje, a potpet.hu és a YouTube csatornám új sorozata. Nőkről és férfiakról, nőknek és férfiaknak. Mostantól minden szerdán, hol egy híres hölgy, hol pedig egy közismert férfi vendéggel beszélgetek, és arra kérem őket, hogy idézzék fel azt az öt ellenkező nemű szemét az életükből, akik valamiért kitörölhetetlen hatással voltak rájuk. Mit adtak? Hogyan formálták az életüket? És vajon mi mindenre tanították őket? Kiderül a nemek Hallgassák meg a teljes vágatlan beszélgetéseket és extra tartalmakat a potpet.hu-n. Na Levi, kivel kezdjük? Ki az első? Ez nem sorrend, ezt szeretném mindig hangsúlyozni, hogy ebben nincs semmilyen prioritás. Nincs fontos, Igen. Alapvetően kezdjük most a, 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 aki túin van, tehát ezt ugye ismerjük a, a, különböző samponok és más, más eszközökből, tárgyakból, hogy le, legyenek szerintem a, a nagyszülők. Nagy, Mindjárt nagy, kettő. Nagy igen, itt nagyon nehéz nekem különbséget tenni. Hiszen a, azt nem tudom, tudják az emberek vagy nem, de neked szívesen elmondom, így most tehát mindenkinek, hogy a szüleim elváltak, és minket édesapánk nevet a Miért? bátyámmal. Úgy alakult akkor a helyzet, és volt egy pillanat, amit a nagymamám, az anyai nagymamám mondott el nekem, hogy a bíróságon azt mondta az édesanyám, hogy meggyorsítva a bírósági per menetét, idejét, hogy ő lemonda a gyermekeiről. Na, ha valaha jól néztem ki, ez hat éves koromban volt, ha valaha jól néztem ki, akkor az hat, hét éves koromban. Nem, mindegy félretéve a viccet, azért az nem esett jól, tehát a senkinek nem kívánom. Azért utána volt egy erős 7, 8, 10 év, ami erősen rányomta. Ti nem is beszéltetek életem. menet közben? Beszéltünk, de a vállás nagyon hosszúra sikeredett, emiatt a, emiatt a mondat miatt az érdekes, hogy az ő anyukája, ugye az én anyai nagymamám, nem beszélt a saját lányával 15 évig. Szerelem volt ennek az oka? Tehát ő Megbolondult hát, akkor idézőjelben. Hát, amit a nők férfiak, ha szerelem, szerelmesek, akkor, igen. tudod, akkor, akkor nem nagyon tudsz gondolkodni, nem nem engedi a szívod, az agyad az irányítás közponda, Szóval talált egy fiatalabb férfit, akivel, akivel úgy érezt, hogy szíle a joga, hogy az életét. Csak ott volt két kisgyerek, akivel szerintem, hogy anyának nem is tudom, nem, nem is kötelesség, ez egy, egy vele született applikáció, amit nem tudsz kitörölni a telefonodból. Na mindegy, és... De eladdig nektek szoros volt a viszonyotok. Hat éves korodig? Hát, tudod, olyan négy éves korig nincs olyan emlékképe, tehát az a megmaradt két-három év, ami van, a, a, a ilyen, ilyen, kis pázlidarabok vannak, hogy kávézunk, meg persze nyilván kirándulások, de, de nincs, olyan, nincs olyan sok anyag, amit elemezni tudnék. Minden esetre akkor ő, akkor ő erőteljes hatás volt az életemre, és lépett be helyette a az egyik nagymama, és az another van az apai, és így a kettő adott egy anyukát végül is. Ezért nem is tudom külön választani őket, és, nagyon, és nem is szeretném. Tehát mind a kettő nagyon-nagyon fontos az életemben. Úgyhogy így kell ezért kezdeném velük. Akik... Ők versenyeztek a te kegyeidért? A kis levét melyikük tudja jobban elkényeztetni? Hát mondom, hogy jól néztem ki hét évesen, de de nem feltétlen ez, mind, mind a kettő mást adott. Ha csak egyszerű gasztrónalat veszünk, akkor az egyik a világ legfinomabb uh, szívás gombócát csinálta, amíg a másik a világ legfinomabb strapacskáját. De mind a kettő nagyon jó volt, de mindig tudtam, hogy mindenhol mást és más, Még az egyik ugye vitt engem a postásba uh, tangoharmonika órára, néha nem tudta, hogy most a harmonika van a jobb kezében, vagy az unoka a bal kezében, a, a, a másik pedig egyszerűen uh, olyan, olyan, olyan dolgokat adott és mutatott nekünk, megengedte észrevétlenül, hogy ledugjuk a, a, fa, a falat labdával. Tehát nagyon engedékenyek voltak, nagyon-nagyon-nagyon próbálták, azt én éreztem, próbálták való ezt a hiányt pótolni, amit, amit az anyukánk nem léte okozott, ugye, hogy az ő hiánya. Sikerült ezt maradéktalanul? Hát szerintem nem. Úgy, úgy gondolom, hogy egy, egy, egy édesanya jelenléte egy, egy gyermek életében, az az a legfontosabb, és annak a hiánya is olyan, olyan űrt, űrt hagy maga után, amit nem, próbálnak, de ez nem tud összetört váza összeragasztható, de azért ott vannak a hegek, tehát ilyen szempontból. Mai napig? Hogy a heg ott biztos. Biztos, ez a párvásztásomra, a kapcsolataimra biztos, hogy hogy kihat. Én sokkal szenzitívebb vagyok, mint, mint bárki más. De hogy hat ki, szerinted? Hát a, a, tehát az anyai törődés, a szeretet, az ölelés, a, a puszia, a jelenlét hiánya, a, egy, egy uzsonna csomag. Én úgy jöttem, hogy nem vittem nem uzsonnát az iskolába. É, apukám mérnök volt, és ami vett ajándékokat, játékokat, azokat cseréltük ételre a bátyámat. Tehát, hogy ez egy, ez egy apró rész, tehát nem annyira... Fontos, de azért ez de is De szimbolikus. Van. Ebben inkább a törődés, a figyelmesség, a női gondoskodás hiánya mutatkozik. Na ez, igen, igen. Egy, 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 jó pillanatban adott anyai puszi, egy ölelés, egy óvó, egy, egy óvó átölelő pillanat, egy simogatás a buksidon értett gyerekén. Szóval, hogy ezek, ezt megadja az apuka, megadja mindenki más, de de nem, mégsem ugyanaz. Édesapád aztán még egyszer nem talált párra. Tehát ilyen értelemben nem tudott valaki belépni anyai szerepben a nagyomájdon felül? próbált, ö, aztán az egész életét, és itt, itt volt egy nagy, talán nagy hibája, tehát most már föntről néz minket, úgyhogy remélem, hogy, hogy ezt én rosszul látom, ő nem akarta a mi életünket megkavarni úgy, hogy legyen bármilyen, bármilyen, hogy mondjam, a tekintetben, hogy, hogy anyuka csak egy van hogy ő, nincs egy pótmama, meg, meg mostoha, anyuka, meg ilyenek nincsenek. Alapvetően, bár nyilván sok helyen vannak, de ott nálunk nem. Ő, és ő úgy próbált behozni hölgyeket az életébe, mintha a kolléganője kolléganő volt, csak kicsit több, mint a kolléganő, Vagy ő egy jó barátnő, és akkor ott kártyáztunk, meg egy csomó közös program Azért volt. Azért levettétek, hogy itt nem csak kártyázni jött. Akkor nem, akkor ak ak nem, akkor nem, nem akkor nem, ak nem, ak nem. Volt egy süni, meg egy évi nevű hölgy, ezekre emlékszünk, akikkel nagyon jól el voltunk, de tisztes távolságot tartva egymás közt, mint Arthur Miller és Merlin Moro az első egy hétben, utána nyilván minden borult. De, hogy, de, 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 de itt, itt, is, és utólag jöttünk rá a bátyám, hogy de ott talán több is lehetett. Amikor mi együtt voltunk, semmi, egy méter távolság, nem is éreztették. Aztán nyilván, amikor mi lefeküdtünk aludni, és ott maradtak kártyázni, idézve, akkor nyilván, akkor megmutatta neki a Jolit. De, 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 ezt mi, de ezt, meg ebből mi semmit nem vettünk le. Ő erre nagyon-nagyon figyelt, és szerintem egy kicsit az ő élete erre erre rá is ment, ami egy, egy szerintem egy, egy nagy hiba, annak ellenére, hogy egy nagyon nagy tisztelet, és nem tudom kifejezni a hálám, hogy velünk ennyit törődött, de nem szabad az életed ott hagyni. Ezt mondtad ennyire. neki valaha később? Már nem, de nem, is fejjel? Nem, 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 mert nagyon hirtelen ment el, és bár szerencsém volt, mert el tudtam tőle köszönni utólag, tudtam meg, hogy volt egy nagy beszélgetésünk a kórházban, és akkor az utolsó volt és, hát milyen fura, hogy Dévényi Tibi mondta nekem egyszer, hogy, hogy milyen szerencsés az, aki el tud igazából köszönni a szülőktől, és neki is valami hasonló volt, és között végighallgattam, és rá nem tudom, hogy fél évre ugyanezt történt az apuval. Kórházban volt, rohantam, ide fellépés, ide munka, nem tudom, mindig csak beron az ember, ezt utólag teszed össze a képet, hogy milyen hibát követsz hogy hibákat, és egyszer valahogy, hogy, hogy nem, bementem, és, és elkezdtünk beszélgetni egy három órát és döbbenetes volt. Tehát oda már bocsánat, hogy a, a, a protót kimossam a fogait, oda leültem mellé, meg beszéltünk egy-két meccset, szeretett fogadni meccsekre, beszéltünk a, a mérnök életéről, meg, de Tényleg szinte mindent átbeszéltünk, nem a legrészletesebb euh, leg, leg szinten, legnagyobb mélységben, de, de igen, és az addig ilyen 10 perces, 20 perces ottlétből lett egy 3-4 órás. És eljöttem, és másnap reggel meg tehát ez egy, ez egy ilyen, ez ilyen búcsú volt. De, de mondom, szóval az, az ő, ő, életét ilyen szempontból teljesen alárendett a mi életünknek, vagy mi, mi fejlődésünknek, a mi nevel, nevelésünknek, neveltetésünknek. Angol tagozat, iskolától kezdve mindent kiárt nekünk, hogy a legjobb legyen, és sajnos szerintem a, az a magánéleti hiány, amit nem tudott pótolni utána, vagy nem akart miattunk, az az az, az ő egész életére rányomta a bélyegét. Eléggé szkeptikus, eléggé negatív lett, és az, az, az nem jó. Anyukáddal valamennyire sikerült ezt elsimítani? Ö, anyukánk volt egy beszélgetés, képzeld, azt pont a, pont a bátyám kezdeményezte, hogy hogy is történt ez. Tehát hány évesek voltatok? Akkor már mi nagyobb. Szerintem egy 30 körül. Az nagyon-nagyon sok. Tehát Hát eltelt 20, Négy év. Igen, Én de oszán... közben hogy utána találkoztunk, bocsánat, találkoztunk, csak a maga beszélgetés, a mi történt, az, az akkor tört. A... De ezek ilyen formális találkozások voltak, hogy volt ennek az bensőségesség? Két hetes. Nem, nem, érdekes, érdekes, utána nem is alakult ki semmilyen. Tehát semmi szorosabb kapcsolat. Bármit. Tehát, hogy próbálkozott? Én azt hiszem, hogy igen, hát azért persze próbálta, de, de hogy akkor már olyan, olyan távol voltunk egymástól, hogy nem, nem egy e-mail, semmi nem lett volna elég, hogy ezt közelebb hozza, akkor azt már onnan már nagyon nehéz. Tehát amikor, 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 eltörik valami ilyen szinten, azt már nem tudom, ez, ez, egyszer ez lehetetlen talán ezt, ezt újra visszahozni. Vissza lehet felületkezelten, tehát persze találkoztunk, beszélgettünk, karácsonykor is együtt voltunk, de az, az nem olyan. Nem belevágtam a szavatba 30 évesen leültetek, és az hova fejlődött az a beszélgetés? Akkor ő elsírta magát, és elmondta, hogy milyen nagy hibát követett el, és ezt egyszer ő tudja, hogy nem tudja helyrehozni. Tehát volt, volt nála egy ilyen, ilyen, pillanat, amivel mi igazából egyetértettünk, de azt mondja, pont most én várom, hogy amint már nem tudsz változtatni, azon, azon, nagyon nem kell. Ezen még talán lehetett volna, ha megpróbálja helyrehozni, de ő úgy érezte, hogy ez olyan, olyan nagy hiba volt, hogy ezt már ő nem tudja helyrehozni. Ezért nagy kísérletet nem is tett. Próbált, de olyan nagyot nem. Feloldoztat te őt akkor, vagy a bátyád? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ezt egy ismerősöm mondta egy barátom, hogy, hogy ezt meg kellene tenni, és akkor én is más lendülettel megyek tovább az, ut az utamon. Őszintén nem. Őszintén nem. Miért szerinted? Ezt én sokszor mondtam is, hogy, hogy, ez olyan mértékű, nem, nem is fájdalom, nem is tudom, hogy milyen, milyen, tudom leginkább jellemezni, olyan, olyan, mértékű hatás volt az életemre, amikor a hér a cserépkájhánál öt évig sírva várod az, a, az anyukát, az, 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 nagyon, az nagyon nehéz hogy, hogy nem tudom, tehát nem tudom ezt konvertálni, nem tudom átváltani, hogy akkor ezt most, ezt a, ezt a tettet beváltom valami másra. Tehát nincs kompenzációs híd a két cselekedet között. Tehát ha most itt leverek egy monitort, akkor azt mondom, elnézést, és visszateszem, és rendben vagyunk. Ha eltört, akkor mondjuk kifizet. Nem én, nem a cég, mert jó megy a, jó megy a, a, a műsor. De hogy akkor azt úgy helyre lehet hozni. Tehát én hiszem azt, hogy vannak az életben olyan pillanatok, amit, ha, ha nagyon rosszul csinálsz, azt nem tudod. Tehát egy, egy mit fáj, nem mondhatja, hogy jobbról jó, illetve. Tehát, hogy az, az nem. Egy orvos nem lehet egy műtétnél nem száz százalékig koncentrált. A pilóta sem, és sorolhatnám. És ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Ő még él, élesen Meghalt, tavaly halt meg. Tavaly halt meg. Nem bánod, hogy ez nem jött létre, ez de, a feladat? De de, de, de de, ezt is bánom, hogy nem beszéltük ki, meg azt is az apukámmal nem beszéltük ki, amit ki kellett volna. Egy ilyen nagy beszélgetést, mm. azt, azt, én, azt én mindig érdekes. A kapcsolataim elején van nekem egy ilyen egyszer és soha többet beszélgetés, nagyon jó. Ha valaki használja, akkor jogdíjat majd valahogy küldje el, te is kapsz ebből, hiszen royalty van, hiszen itt mondom el. Ez a, az egyszer és min, soha többet, hogy ő is én is mondjunk el mindent, amit szeretnénk a kapcsolat előtt. Megtisztelem a másikat azzal egy szempont vezérel, hogy ne legyen a múltban elkövetett tetteknek olyan hozadéka, ami a jelenre kihat. Tehát ne legyen a mi kapcsolatunkra annak nevesen olyan árnyékot, ne legyen olyan, ne legyen olyan hatása, hogy az, az befolyásolhatja rossz irányba, vagy jó irányba a mi kapcsolatunkat, és érdekes, ezzel ugye egyenketten úgy éltek is, és azt a szabályt be kell követni, utána azt nem is hozhatod fel, nem hány ő elmondja, akkor annak megfelelően éljük tovább az életünket, és ez itt hiányzott a szülőknél. De azt a odafigyelést, azt a szeretetet, gondoskodás, gyengétséget, amit próbáltak a két nagymama felé sugározni, azt te a magad lehetőségei szerint megpróbáltad viszonozni? később. Na, maximálisan, maximálisan. Mert én azóta, én most be akartam vezetni a Michelin csillagos éttermek kapcsán, a nagymama csillagos éttermeket, az, az ő főszükön nősz fel. Ez nagyon jó. Az, az, ő, az, ő, az, ő, tanításukat, és azért tudod, a nagymama, meg a, a nagyszülő az egy olyan státusz, biztos tudod, meg a is, az, az a jó értelme vette, mondjam, tehát úgynevezett lust a szülő, amikor már túl van a szülői érán, és belép egy olyan kazba, ahol a, nagy, a nagyszülő mindent megenged, nézhet tovább a tévét, persze, nem két gombóc vagy jön négy, és során, tehát hogy ő, 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 ő elronthatja a gyereket, de mi itt, ugye egy középső lépcső kimaradt az anyukánk jelenlét, ezért ők, ők, ők ilyen duplán adtak mindent, de, de mind a kettőjüktől nagyon-nagyon sokat kaptunk, és a velük való együttlét, azt, azt gondolom, talán tudta azt felettetni, már amennyire, hogy ezt lehet bizonyos helyzetben, amit, a, amit az anyu kihagyott, de ők nagyon-nagyon ők azt mutatták nekünk, hogy itt semmi nincs, jó, oké, nincs itt anya, de azért azért mi próbálunk mindent meg, a dupla főzésektől kezdve, az utazásokon, között, szóval tényleg mindent így duplán kaptunk. Ha nem is lehet becserélni, de egy nagy és fontos hölgy azért érkezett az életedből, ő a kislányod akit most én itt önkényesen kineveztem a másodiknak, de beszélhetünk róla, és akkor egy ilyen szomorú történetből hát hát mondjuk egy vidám történetből. sem szomorú, hanem inkább tanulságos. tehát ne legyünk szomorúak, én hiszek az élet bármilyen helyzetben is. Hát, talán, egyébként lehetne talán ő az első, ha, úgy veszük. Ő, tényleg a, a Jóisten ajándéka nekem, felcímezve irányító szám nélkül, tehát tudta, hogy hova kell jönni. Ugye akkor én már 43 éves volt, amikor megszületett, tehát nem mondható fiatal apukának ez a pillanat, de minden apukának azt kívánom, ha úgy adodik, akkor, akkor, akkor örüljön egy kislánynak is, persze a kisfiú a legfontosabb, meg az egészség, ezt én tudom. Én nagyon nagy szerencsével van egy kisfiam és van egy kislányom is, de, de Harsányi Lilla Boglárka teljes nevén, e, a, tehát egy olyan, olyan, tényleg egy olyan fényt, egy olyan lézerkardot, egy, egy olyan, egy olyan, egy olyan adott, és érzéscunamit adott nekem, amit, amit nem lehet lebontani. Az a sok-sok mondjuk rossz hatás, az, az, hogy édesanyám ott hagyott minket, és sorat a sok-sok csalódás párkapcsolatokon keresztül, ez most itt, ott, lezárult egy nagyon erős kínai fallal, és az nem tud átmászni, és a fal másik oldalán pedig ott van a kislányom, aki a, akinek, tényleg, tényleg mindent köszönhetek. Az, amikor egy, végre úgy találkozol egy nővel, hogy, hogy minden érdekvezéreltség nélkül szeret, ölel egy puszi, amikor álmában arra ébredek, hogy azt mondja, apa szeretlek. Tehát olyan, olyan pillanatokat ad, és annyira közel van a szívemhez, ráadásul ugyanúgy néz ki, mint én. Tehát ez, egy, ez egy nagy probléma. Ezt mondta az orvos barátnok, hogy ne aggódjak már, egy kinövi. Én egy nőnek se kívánom, hogy így nézzen ki, de legalább még akkor gyermekkorban szép nagy kék szemei vannak, gyönyve, nyilván mindenkinek a saját gyermeke a legszebb de hogy... Ő mind, azt csinál veled, amit akar, ugye? Mind, tulajdonképpen igen, persze, tehát a klasszikus dolgok előfordultak, hogy éppen a körönfestés időszakában volt, és rajtam is tesztelt egyet-kettőt, és akkor jön a postás, de nem figyeled, és kimész, és elfeszed a levelet, furán és elég távolról adta át, hát a körmök művész úr, és, és, akkor halad tovább, de hát egy ilyen rengetegszer, hogy játékot akkor most nem veszünk, mert nem jött olyan jó jegy, vagy nem úgy viselkedni, ez a játék boltig tart, ahol megállunk, és ahogy rádnéz, hát most mit Csinál. Ilyen szempontból szerintem én egy viszonylag, üljön le, egyes, gyenge szülő vagyok, de hogy nincs szülői iskola, nincs egyetem, nincs középiskola, ahol ezt ki tudnád találni, ezért ez nehéz. De igen, van egy ilyen, egy ilyen pótlás az emberben, hogyha azt, amit ő nem kapott meg valahogy átadja, ezt tán szeretetben is nagyon-nagyon kifejezem, ö, ajándékok formában, de hát az, az nem feltétlenül, tehát a szeretetet nem úgy kell ugye nyilván megvenni, vagy megvásárolni. Tehát te, ha kell, hanem megsimogatod, és adsz puszit. Nagyon, nem, és kötelező, múltkor le is ültünk, hogy, tehát, hogy vannak kötelező pontok az ember életében. Apát szeretni, anyát szeretni, nem mindig apa, anya, tehát én, nem bontom külön a szülő jelenlétünket, megölelni és megpuszítani, csak elmondom, hogy milyen hatása van a szor 45, minek milyen szorzója van, és, és a És a minap is mentem ért az iskolába, és nagyon beszélt nagy hévvel, most kosarazik, és mi, apa, milyen jó játszottam, jó játszottam, és akkor eltelt egy fél percon valami kimaradt. Ja, tudom, igen, a puszi ölelés. És akkor puszi ölelés. Tehát, hogy, hogy mondtam, a legfontosabb, tehát szeretett nyelvét nem szabad. Tehát minden mást le lehet fordítani, át lehet menni más országba, más nyelven beszélni, szeretett nyelvét nem. De ez inkább rólad szól, nem? Hogy, hogy te... én kapjak? Igen. Lehet, hogy azt a hiányt pótoljuk, ami kimaradt egy olyan, olyan, nőtől, aki tudom, hogy egyébként is adná, csak, és erre rá jöjjek felnőtt fejjel a jelenlegi kapcsolatomnál, majd erre térünk vissza, hogy azért, mert én valamit úgy gondolok, nem biztos, hogy ő úgy gondolja, és azért, mert én úgy gondolom, hogy az jó, nem biztos, hogy amit ő ad, az rossz, és az sem biztos, hogy amit én mutatok, az rossz, és az sem, hogy jó. Egy biztos, hogy ugyanaz a csatorna legyen, tehát az üzenet lényege, az hogy éppen a milyen típusú az üzenet, azt szerintem mindenki egyére szabottan lebontja. És erre érthette gyermekeid anyja, hogy azért fohászkodik, hogy a második gyereket az lány legyen, mert hogy... Mondat ilyet? Igen, nyilatkozott tudomásom szerint egy ilyet, mert hogy akkor majd te újra elkezdesz bízni a nőkben. Hát ha ezt mondta, akkor ez, ez így van. Ő is egyébként az egyik fontos nő az életemben. Rátérjünk. Ö, térhetünk, abszolút. abszolút, ö, Mert ö, volt az, egyrészt az, aki apává tett, de ez oda-vissza, ez a folyamat, ez, ez nem egy irányú. És ugye tőlem is miattam lett anyuka. És azért ez, ez egy ilyen, ez, ez a klasszikus örökké tartó kapcsolat. Bármit csinálsz, itt, itt nem, nem tudsz ezen változtatni. És ö, mi ilyen szempontból tökéletes párt alkottunk. A szerelmi része nem tudott ki teljesen, de hát ilyen van sajnos a történelem, történelemben. Peli nagy ez rész, rész, részben igaz, minket alapvetően, igen, összehozott a sorsa, véletlen is, és, és sorolt, nem? Egy véletlen vacsora meghívás volt ez, ugye? Egy, igen, egy, egy munka, munka, meghívás volt, ahol én, mint műsorvezető voltam, milyen, ő volt a megrendelő, és, és feltűnő jelenség volt, és utána pont a rádióban üzentem neki, apukája nagyon híres történet, volt Kaposváron, és egy, egy üzenetet áttoltam, és ugye akkor országos rádió révén, az, egy 20 percben már 10 Jelezték neki, hogy nem lehet, hogy rólad veszédek a rádióban, és de. És utána találkoztunk, és, és elindult a. De te ott a rádióban, tulajdonképpen élőadásban jó jól sejtem, így, így van. Akkor te bejelentkeztél, hogy hello. Tehát aki akarta, azért értette, hogy te itt. Én ezt mindig úgy alakítom, persze, ez nagyon fontos. Tehát ez, ezt, ezt én hiszem, hogy el kell jutni oda az üzenetnek mindig, ahol az ember jó, jó ütemben, jó pillanatban, és egy jó üzenetet elküld. Eljutott az üzenet? Eljutott az üzenet, igen, találkoztunk, elindult a kapcsolat, és nagyon-nagyon hamar, azt hiszem, hogy egy 5-6 hónap, ha, igen, azt hiszem, 6 hónap után kiderült, hogy azon a bizonyos mérőeszközön az a két csík, az más jelent. Mindenhol más jelent, ugye a Juventus mezen is, Gangszazoli barátom más, tehát mindenhol más jelent ez a, ez a történet. És, és aztán, és akkor voltam 38 éves. A, és én mindig na, én azt tudni kell, rólam, hogy az én, én nagyon pont apukám a, a, hozadéka és üzenete, aki mérnök volt, hogy mindent megtervezni, fiam. Nem lehet. Az, az élet mindig közbeszól, de legyen egy terv. Az élet, igen, de apa, de akkor is legyen. Egy tervnek lenni kell. Tehát ott azt tudni kell, mérnök emberévé. És, és, és én mind, mindig nagyon sok, de nem nagyon sok. Mindig azt néztem, hogyha, hogy ha 30 fölött lesz a potenciális, aki, akivel Leélek. lejjelek, aki, 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 akit, a gyermekeket is el tudnék képzelni, és akkor néztem a kicsit a forma volt, hogy néztem a két képet egymás, mert ennyi mellett az övét, hát a két orr, ez nem stimmel. És tehát volt, volt egy ilyen feleség, eh, hogyan, eh, teszt, ilyen, olyan feleség, nem is tudom, feleségrendszerező 5 öt vagy hat pontom, ami alapján eh, azt gondoltam, hogy aki ebből a hat pontból ötöt teljesít, ő biztos, hogy hogy nekem tökéletes feleség lesz. Csak ezt egyszer kitartom, hogy ne dohányozon, ne legyen tetoválás, ne legyen orvosi beavatkozás, ö, vidéki születés legyen, és azt szóval, hogy ilyenek. De ragaszkodtál is ezekhez a szempontokhoz, és vagy nagyon hogy so... tart, hogy felülírja az élet? És nagyon sokáig igen, az az élet, az, tehát Spielberg, Woody Allen, vannak nagy rendezők, de ez az élet, ez, ez valami, ez az ötbetűs szó, mint ugye az Edda, ez itt, ez, <laughs> itt majd, ez, ez valahogy ez így, ez, így, ez így, ezt nem engedte nekem, meg mindig tanítani akar, és most már, most már hiszem, hogy igen, minden egyes pillanatban az élet tanítani nincs csak vegyük észre. És ő volt az a nő, és ezért is fontos megemlíteni, ez fontos az életem, és nyilván halálomig elkísér a két gyermek miatt, noha már nem vagyunk együtt, hogy, hogy akinek önálló véleménye volt, tehát nem állt be a sorba, és nem volt az a hajbókolás, hogy akkor most ezt, akkor én mindenféleképpen jó, amit én mondok, vagy akkor legyen úgy, ugye ez a férfi irányító jellegéből ad, adódik néha, és, és, ez nagyon jó volt, hogy, hogy, más véleménye volt, sőt, sok esetben ellent is mondott nekem. Ő volt az a tükör, ami, amire egyébként mindenki vágyik. Nem egy ilyen bólogató Jánost szeretne az ember magának. Persze. Az jó első érzés, de egy valahogy, Igen, és egy, egy, értelmes tanult nőről van szó, szóval nagyon fontos szerintem, hogy kapcsolat egyik alapja az intelligencia, és a, a, másik pedig humor, a többit pedig valahogy hozzá lehet tenni, legalábbis szerintem. És, és akkor és, és mondom, miért, miért mond ez nekem ellent? És csomószor átgondoltam, és nagyon sok esetben igaza volt. Másképp látta azt, amit én. És ez nekem nagyon inspiráló volt. Tehát nagyon nagyon fontos volt, hogy valaki észérvekkel, az én érdekeimet figyelembe véve, ez nagyon fontos. És te elmondta sokszor, hogy neked, neked akarok jót. Meg egy határozott, a, a gyermekeinket csodálatosan nevelő, intelligens, mert mindig nagyon szép nő. Úgyhogy, úgyhogy fontos része volt az életemnek a nők tekintetében. Meg is maradt köztetek a jó kapcsolat? Nagyon-nagyon jó a kapcsolat. Nagyon kifejezetten jó. Éppen mostani páromozgató gratulált pár napja, ami nem, nem tudom mennyire általános, vagy elfogadott ez, és azt én azt hiszem, hogy ezt őszintén szintén mondta. És ez látszik is rajtad, hogy most nagyon jó korszakodat Na, jöved, ja. aminek az egyik főmozgató rugója gondolom én, hogy a negyedik számú hölgy. Igen, aki legyen a jelenlegi kapcsolat. Ő az. Igen, igen mert, mert még van egy hölgy, akinek szintén fontos jelentősége van az életemben. Igen, a mostani olyan pedig érdekes, hogy egy ez egy nagyon-nagyon rövid kapcsolat. Mióta Pár tört? hónapos. És mégis az van, hogy Adi Endre beleremegett gondolataival kell az én mennyasztalom című, nem tudom, vers utolsó, nem tudom, sorai lengik be ilyenkor az életem, hogy, hogy te megtaláltad azt, és azt mondtam, mondhatom így tényleg 50 után egy-két éve, hogy, hogy tényleg az van, hogy, hogy nincs kérdés. Tehát én, 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 magamban nagyon biztos vagyok, benne pedig bízom. De hogy, hogy én ezt úgy érzem, hogy, hogy Megérkeztem, egy köszönöm szépen, hol kell leadni a kulcsot? Tehát meg, már nem mennék vissza, ne, már nincs, nincs tervem, nincs szándékom. Nem úgy van ez, hogy az ember, és azt a Fodorákosnak van erről egy nagyszerű verse, nem tudom szó szerint idézni, de az mégis csak az, hogy már nagyon régóta szerelmesnek kell lenni az embernek ahhoz, hogy hirtelen egyszer csak ránézzen valakire, és azt mondja, hogy ő az. Tehát azt mondta, nem úgy történik a szerelembe esély, hogy egyszerűen csak fejbe vág minket egy cserép, hanem már jó ideje, egy olyan készenlétbe vagyunk, hogy várjuk, hogy mindezt a energiát, érzésvilágot csapra verhessük, találkozunk valakivel, és akkor úgy minden összeállni látszik. Nem erről van szó? Jó, jó a mozaik, abszolút, jó, 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 jó elfogadom. I igaz minden szempontból, és aztán amikor végén összeteszed, mint egy jó kalambó filmet a végén, vagy fodorákos gondolatot, akkor, akkor végül is csak az jön ki, hogy hát ennek valahogy így kellett lennie, pedig az odavezető út nem feltétlen. Ugye szív alakú kis plüsmacika macika van kirakva, de aztán a végén mégis egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen örületes szerelmei tetején vagy, és ez, és ez, tényleg nagyon jó. Te sok-sok nem azt mondom, hogy csalódás, de lemondás, keserű élmény után találkoztál Igen, vele? Igen. Az én párkapcsolataim, meg a döntéseim... Nagyon-nagyon szépek voltak, de az a tipikus szép alma, amit ha te megintottál, akkor valahol biztos volt benne egy kis, kis rothadás, valami valami elváltozás, ami, ami nem oda Nagyon-nagyon dekoratív, nagyon szép barátnőim voltak kapcsolataim minden tekintetben. Ez neked fontos szempont volt, nagyon, ugye? Nem, nem. nekem nekem legyen, tehát nekem tetszen, nem nem a mások megítélése fontos. Aztán, hogy de... hogy nem mindig ilyen nagyon jó alakú és dekoratív lányok Igen. voltak, amennyit én Igen. láttam ebből, így a nyilvánosság Igen. Igen. számára volt képeket a műsor után, tehát van még azért. De, de hogy... Ez, ez, ezt így hozta a sors, hogy, a, hogy, ők miért választottak engem, ez mindig egy nagy kérdés volt azért, hogy amikor visszanéz egy régi képeket, akkor két dolgot mond az ember esetleg többségében. Egyrészt milyen hülye a hajam, ez egy mindig, illetve anyám, hogy néztem ki, tehát hogy ez, a, ez a kettő valahogy. Pedig amikor abban a pillanatban lefényképeznek, te azt gondolod, hogy ez így most rendben Hajjaj. van. Ez a kabát, az a, az a személy, az a haj, tíz évvel visszanézzük, te is azt mondod, Anyai. te jó is. Én, hát ezzel a haja, hogy engedtek-e Mivel magyarázod mégis a verbalitásod? Ezt szerintem tőlük kellene megkérdezni, ezt én pontosan nem tudom, hogy mi az, ami fontos egy, egy, egy nőnek. Én azt hiszem, hogy ha, ha megvannak benned azok a tulajdonságok, hogy ö, neki tetsző külsővel rendelkezze, mert sajnos bárki bármit mond nyilván a lelket kéne látni, ezt a kettőt megfordítanánk, tehát a lelked lenne az arcod, az arcod meg a lelked, akkor, akkor másképp alkulnánk a kapcsolatok a világban szerintem. Tehát, hogy, ö, hogy neki megfelelő külsővel ö, rendelkez, én azt hiszem, mai napig is, hogy a humor, amit, amit nem tudsz kivenni a kapcsolatból. Igen, csak van itt egy nagy csapda, Meg? szerintem, ha már így megtiszteltél a bizalmadal, hogy te végső soron szerintem, és lehet, hogy a nők is ilyen tekintetben ö, rossz optikát alkalmaztak, hogy megtévesztő volt ez a verbalitás, hogy te Isten igazából törődésre és közelségre vágytál. Tehát. Gyerekkorom óta? Igen. Tehát, azt, hogy... hogy ezt kihangsúlyoztam, ez előfordulhatott, hogy bizonyos, ez még mai napig is, és ez, ez a rossz, szerintem, bennem hát egy hibám sem legyen, de hogy, hogy ez a rossz, <laughs> hogy ezt én elmondom neki. <laughs> ezt holnaptól én mondtam, hogy, ez hogy, jó. <laughs> hogy, 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 hogy azért, mert én úgy fekszem, ez például, a, a, és akkor térjünk vissza ugye a negyedik számúra, a jelenkori, és egyben ugye utolsó kapcsolatomra, hogy, hogy, hogy azt, hogy én úgy fekszem, hogy neki kell, hogy írjak egy üzenetet, ha nem alszunk éppen együtt egy jó csók üzenet, hogy ezt át lehet váltani. Ha nincs, nincs mellettem, akkor, akkor írok. Mert ha nincs mellettem, ez Woody jelentő, nagyon erős, nem tudom ismered, de ha nincs velem az a nő, akit szeretek, akkor azt a nőt szeretem, aki velem van. Tehát itt ez, ez ne, ez nem igaz. Tehát, hogyha ha nincs jó estét, jó ét csók puszi, akkor viszont kell, hogy üzenet. Te, és reggel ugyanaz. Tehát még ha csipás a szemed, és még kise nyitottad, az első gondolat az ezen a strádán beelőzi jobbról. Azt, hogy jó reggelt, szerelmem, vagy egy most már tele van Emancsival a telefonod, bármit, hogy anélkül én el, el, elég érzelmileg ö, szenzitív valaki vagyok. Pont azért, mert nem volt anyuka, aki ezt a törődést megadta volna, és ez nekem az mindenfajta ilyen jelenlét, az ilyen szór 45, tehát az egy simogat, egy puszi, egy, 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 egy üzen, egy ránézés, az annyira felhájpolódik bennem, ezt nem tudom elmondani. Sok tő megdöbbent korábban, de beszélhetünk most már konkrétan a negyedik hölgyről, hogy kezdetben azt hihették, hogy egy nagyon laza, nagyon vagány, az életet annyira nem mélyen élő, vagy a nőkkel való kapcsolatában azért nem az érzelmeket kihangsúlyozó fickó vagy, és közel kerül le hozzád, rá kellett jönni, hogy egy ilyen szeretett gombóccal találkoztak? Szerintem sok ilyen volt, igen. Csak a, még az a kérdés, amit az előbb mondtál, hogy találkozik -e az a két két ember találkozik, az a két szív, az a két gondolat, akiknek kell a szerelem kapcsán, ugye mondtad, persze. Tehát a gyújtólágnak ott kell mindig égni, és amikor berobban az egész, az a szerelem bomba, akkor, akkor legyél ott, és akkor az él, de ezért is jó a mostani kapcsolatom, ugye Lara, aki, aki ezeket elmondja, hogy, hogy elmondta, kicsim, azért mert nem írok most két órán keresztül szeretlek. Tehát, hogy ennek nincs, az nincs összefüggés. És itt még ennyi idősen is azt kell mondjam, hogy el kell fogadni, hogy igen, tehát én más típusú, tehát én üzenek, én, meg, én verset írok neki délben és sorolhatnám. Ő, ő nem, de ettől még ugyanúgy szeret. Verset írsz? Hát bár, persze, ez, ez a része. Tehát, Szerelmeset? Ja, persze, bármikor. De mindenkinek írtam, most nem mindenkit, nem, úgy értem, hogy nem. vagy azért ezt ki kell érdemelni? Nem, nem. Az, az, a, az a pillanat hevében működik, persze. És kiváltságos helyzetben lévő nőnek kell lenni, hogy azért egy ez ilyen harsányi verset kapjon. Ez így, így. De a kislányomnak ugyanígy, Tehát aki érzelmileg megérint. Az, az fontos. Lara értékeli ezeket a kis verseket? Nagyon. nagyon. Szerintem ő ilyen szempontból, a, ilyen szempontból a másik felem, egyébként így hívjuk egymást, hogy ő, neki szerintem ez az érzelmi, az érzelmi jelenlét hiányzott talán. mert annyira még nem ismerem, de, de én úgy veszem ki, hogy ez neki nagyon fontos. Hogy, hogy valaki eh, kimutassa, érzékeltesse vele, hogy tényleg szereti. Lehet, hogy más úton, módon ezt ő megkapta, de hát ha már a szavak egyik eh, rajongójával, mondjuk így találkozott, akkor én ezeket próbálom azért úgy, úgy irányítani, hogy ezt én át is adjam neki. És sok esetben, amikor én kapok választ az utas esetben, akkor, akkor mondom, hogy akkor ne, ne írjak, hagyjuk, de ne, 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 tényleg, oké, okay, szeretlek én, de rendben, csak én nem tudtam írni. És abban ne hagyjam, mert ugye ő ebbe szeretett bele hogy neki igazából, hogy ezt tetszik, ez a típusú levi. És én az a, az a baj, hogy szoktam mondani, hogy inkább őszinte vagyok, mint alacsony, hogy én nem is, nem is, nem is nagyon tudok ebből én engedni. Persze nagy híve azt mondom, jó, akkor nem írok, ha te nincs válasz, akkor nem kell. Ez 7 percig tart, mint a kislányomnál. Nem veszünk a játékot, megbeszéltük. Adjad érünk a játékbolthoz, már persze megveszem neki. Borzasztó, hogy ennyire ilyen szempontból gyenge vagyok, de én azt hiszem, hogy, hogy mindenki olyan, amilyen. Tehát, és már ennyi idősen, nem is szeretnék változtatni. Az is érdekes, és hogy, hogy, egyből, egyből viszont hamar bemutattam a, a gyermekeimnek, akiknek még eddig soha senkit. Amióta, soha senkit, amióta, a vállás óta. Ah, igen, ez 5-6 éve, igen. Senkit. És, és, ők is érezték, hogy itt valami más van, a, főleg a kislányom, meg, meg, a fiam is persze, hogy persze jön, jönnek a laráik, játszunk, beszélgessünk, együtt főszünk. Tehát, hogy már tulajdonképpen mindenki ismer mindenkit, és, és mindenki kedveli a másikat, és ez nem egy formális kedvelés, hanem, hanem tényleg ez nagyon fontos. Főleg az ilyen úgymond mozaik, kialakuló félben lévő családoknál, amikor hoznak gyereket meg van is, hogy ott az egy, az egy válló ok lehet, ha a gyerekek nem kedvelik azt, aki, aki beélép a, a családba. De most már ők is elég nagyok ahhoz, meg erről beszélgettünk is, meg, meg tényleg imádat van oda-vissza, úgyhogy szerencsére ezzel nem kell foglalkoznunk, és nagyon-nagyon szerelmesen, tartalmasan éljük meg az életünket, és ez nagy, nagy tipikus másik fél, Történet. Tehát, hogy megtaláld azt akiért, na, a Na, ja, hogy ja, ja, érted, jöttem. Most nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de hogy tényleg ez van. Hogy megérkezel, minden tekintetben elnéző, tudja, érzi, tudja a hibákat, elfogadja és. és és, és, ettől ez megy előre, és működik. Erre szokták falu mondani, hogy ebből még akármi is lehet. Hát, na, igen, igen, pont most lehozt egy újság, azt mondjuk hogy a hajastációt ott, ott, amikor, amikor megismerkedtünk, és mondtam is viccesen, hát ha, ha, ebből esküvő lesz, akkor biztos, hogy a, Laci lesz a, a, tanú, hogy jönne a mai, nem tudom melyik címlap, tudják, ki lesz az esküvői tanok. Na most, hogy hívott is, de hát ne, ilyet nem mondtunk, tudom, de hát most bulvár ezzel mit tudsz csinálni. Viszont nem bulvár az ötödik szereplő, ugye jól tudom, az ötödik hölgy, aki szintén fontos a te életedben. Ő, igen, de ugye Diane Lérről beszélünk, az ismert színésznőről, aki, akit tulajdonképpen az én gondolataimat vitte filmre a Napsütötte a című filmben. Terv is, hogy majd pár év múlva, hát még ez egy-két utalásnak át kell jönni, akkor ott a környéken Olaszországban szerintem mindenki ismeri a filmet, de ha nem, akkor tessenek megnézni. Ö, nagy szívvel, nyitottsága, melegséggel ajánlom mindenkinek. Egy, egy akkora igenis el az életre, hogy igenis érdemes ezt végcsinálni boldogan, mosolygosan, amit, amit, a film és, és maga Dianlin megmutatott nekem. Az, hogy, amit az előbb mondtam, ugye apukám miatt a folyamatos fokozatos tervezés, mindig kell, hogy legyen A vagy B nem engedem el a rádiót, szeretem a tévét, akkor mindig, mindig mindenből minden kell, hogy nehogy ne, valami gigszer legyen. És, és ez pont a film és maga Daniel azt mutatja, hogy a sok-sok küzdelem árán, ugye, ugye mégis érdemes belevágni egyszer legalább. És valami hasonlót mi csináltunk, amikor Kubába utaztunk a barátaimmal, hogy legalább egyszer ezt kipróbálni, mi van, ha, tehát az a terv, hogy nincs terv, le, tehát legyen egy ilyen. Mindig, mindig felkezd, bemész időbe, te is idejössz, felkészülsz, írtam is neked, hogy, hogy tudod ezt csinálni. Tehát ipari mennyiségű és minőségű műsort csinálsz, ami előtt most azért nem fordulok, hogy szembe dicsérelek, hogy... hogy azért jól esik, hogy, köszönöm. De, de ez hidd el, inkább őszinte vagyok, mint hát, Valamit mondok az, és, és, hogy, hogy, hogy alapvetően, Egyszer úgy belevág egy ilyen kalandba, hogy a Daniel Lén a filmben, hogy, hogy megáll, nem mondom a filmet, nézzék meg, biztos, hogy láthat, hogy megáll a busz, és nem gondolkodik. Ott egy eladó tábla egy, egy házon, ami mindjárt összedől, az sem érdekli, mert hogy, és ez legfontosabb, legfontosabb, aminélkül az én hitvallásom, hogy, hogy nem lehet érzelem és érzések nélkül élni. Meg lehet próbálni, tehát, hogy mondjam, balgaság, finoman szóval. Nem, nem lehet. Mindent felülír. Mindent a világon. És belép egy olyan, olyan részbe az életében, amikor elkezdi szó szerint újraépíteni a házat, az életét, és jönnek az emberek, jönnek azok a kis, kis boldogságpontok, ami végül majd egy, kitesznek egy nagyon szép goblányképet. képet és akkor azt látod, hogy az egész mégis milyen szép, és baromi nehéz összetenni persze, és ezt, és ezt fel kell vállalni, és amikor sok esetben van, hogy én ezt, 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 ezt átgondolom, hogy most éppen mit csinálják, vagy mit ne, vagy mi van, ha nem érek oda, vagy mi, nem, mi történik, és volt két ilyen helyzet, amikor egyszer bekerültem a kórházba, és le kellett mondani fellépést, randevú minden, és úgy eltelt tíz nap, hogy hát tudod, mi történt az életem, hogy kimaradtak azok az események? az égvilágon semmi. Nem kell mindig agyalni, mindig gondolkodni, mindig túl misztifikálni az egész életet. Egyszerűen csak élni, leülni, egyet enni. És, én, és ha megnézed, akkor az élet nagy történései szerintem egy, egy római pizzázóban találkoztam egy, egy pincére, és már feltűnően jó kedve volt negyedik nap, és megkérdeztem, hogy tehát tényleg, hogy mi történt, és, és összefoglalta szerintem, amit alapvetően érdemes tudni. És azt mondta, hogy azt mondta, nézd, azt mondja, hogy egy ilyen, ilyen helyen vagyok, néznek, gyönyörű az idő, mindig, hát jó, oké, jó. jó. Szóval néz körül, mennek gyönyörű nők, akik nézhetsz ingyen, és, és feldobják a, a napodat, az életet. Itt van az a Vespa, az az enyém. Egy olyan Vespa volt, ami, hát nem tudom, hogy be, be, beindult de ha esetleg, ha esetleg ráül, és azt mondja, és itt vagyok ebben az étteremben, ahol a legjobb helyeket eszem a világon. És ha belegondolsz, Mindent elmondott. Szerintem a, a, a legnagyszerűbb dolgok, a, leg, a legegyszerűbb dolgok, amikre az ember nyilván idővel jön rá, az elején nyilván fénypompa, csillogás, kacagás az kell, és akkor rájössz, amikor letisztul a kép, hogy a végén az, az nagyon szépek ezek a felületes dolgok, de hogy nem kicsit közhelyszerű, amit mondok, de tényleg utána meg kell keresni, meg találni az értéket, amit nem is tudsz megvenni, hanem az majd megérkezik, mert ugye aminek ára van, ugye annak, annak nincs értéke, legalábbis szerintem. És aztán, és akkor megérkezel egy ilyen helyzetben, mint a ellén, és hogy nem foglalkozik semmivel, egyszerűen él. És aztán végén majd mindenki nézze meg, hogy, hogy mi lesz, és talán, ha szerencsések vagyunk, akkor a mi életünk is majd egy ilyen, egy ilyen végkifejletbe torkolik, és minden boldogság lesz a végén. Mert az, az a legfontosabb. Kívánom, hogy az így legyen.